Sziasztok, hetedikesek! Én Eliza vagyok, és Jókai Mór a Kőszívű ember fiai című művéből fogok felolvasni egy részletet. Én hetedikben nagyon szívtam ezzel a regénnyel, mert tele van idegen szavakkal. Az első jel, amivel találkozni fogunk, az a cukorrafinéria, ami utána néztem, a cukorgyárnak a finomítással foglalkozó helységét jelöli, mert a finomított cukrot más néven rafinált cukornak is hívhatjuk. A többi idegen szót megpróbáltam nektek kigyűjteni ilyen kis papírkákra, hogy ne kelljen megállítani az olvasást. De a továbbiakban azt javaslom, hogyha majd olvassátok a művet, akkor nyugodtan ugorjatok át ezeken a szavakon, teljesen irreleváns, hogy az irreleváns lényegtelen. Akkor vágjunk bele! A történet szerint Oroszországban vagyunk, ahol Ramirov Leonin, egy fiatal orosz nemes, Baradlai Ödön nevű magyar barátját viszi át egy főúri buliból egy másik helyszínre. Elmondása szerint a pokolba. Leonin felrázta bajtársát fektéből. Helyben vagyunk. A hosszú épületnek minden ablaka ki volt világítva, és a folyosóra belépőt azon kellemetlen szag fogadta, mely a cukorgyárak sajátja ugyan, de mindenhez hasonlít, csak a cukorillathoz nem. A kapu alatt volt egy kis mellékajtó, azon belépett a két ifjú. Egy simára borotvált arcú, jól táplált gentleman lépett eléjük. Azt kérdezve tőlük franciául, mit akarnak. A cukorgyárt megnézni. Feleli Leonin. Chaque a gyárt, vagy a raffinériát is? Kérde a francia. Csak a raffinériát. Sugá neki Leonin, s egy bankjegyet nyomott kezébe. Mit a francia szétterjesztve figyelmesen megvizsgált. 100 rubeles volt. Azt mondta rá, bien, s zsebébe tette. És a másik úr is oda jön? Kérdé Ödönre mutatva. Hát természetesen, felelt Leonin. Adj neki 100 rubelt, Ödön, ez a belépti díj, nem bánod meg. Ödön nem szólt ellen. Odaadta a 100 rubelt. A monsieur azután elkezdte őket vezetni végig a folyosókon. Egy-egy nyitott ajtóból izzó fény, folytó bűz, siketítő gépzuhogás, gőz süvöltés hangzott elő. Oda ők nem mentek be, hanem végül, amint egy alacsony vasajtóhoz értek, ott annak egy rugóját megnyomva felnyitá azt előttük a vezető, és azután bebocsátá őket egy félig világított folyosóra, rájuk bízva, hogy most már csak menjenek hát előre, ők tudják már hová. Leonin Ödön karja alá ölté kezét, és vezette tovább, mint aki itt már járatos. Egy csiga lépcső következett, azon leszálltak, és amint mélyebbre haladtak, Ödönnek úgy tetszik, mintha a gépzuhogást, gőzfütyülést valami más hang váltaná fel. Hasonló a dobveréshez és a fúvó hangszerek elfojtott zenéjéhez. A csiga lépcső alján egy vénasszony ült egy asztalnál, divatos öltözetben. Leonin annak egy imperiált adott. Nyitva a páholyom? Kérdi a hajlott korú asszonyságtól. Az bókot csinált, és mosolygott. Azzal Leonin egy sor szőnyegajtó közül kiválasztva a magáét, azt Ödön előtt felnyitá, azon belül még egy ajtót nyitott fel, s ott Ödön egy páholyban találta magát, melynek eleje rész sodronzattal volt elrácsozva. Most már világosan hallá a zenét. Hisz ez színház, vagy cirkusz? Szólt Leoninhoz. S amint a rácsozaton kitekinte, azt mondá, vagy gőzfürdő. Leonin nevetett. Ahogy akarod. S azzal levetve magát egy kerevetre, kezébe vette a páholy támlányára tett nyomtatott lapot. Formaszerű program volt, együtt olvasták Ödönnel. Első szám, Don Juan o Serai. Ez igen jó tréfa, kár, hogy már elmulasztottuk. Tableau vivant, ez unalmas história. Les Bayadères du Can Almona, ez nagyon tréfás dolog, már egyszer láttam. La Lutte des Amazons, La Rêve d'Ariadne, ez valami gyönyörű. Nem tudom, olyan kedvénél lesz-e Percyben, mint szokott. A páholyajtón egy bizalmas alak tekinte be. Pincér volt. Teríts nekünk itten asztalt, fiú, parancsolá Leonin. Hányra? Háromra. Ki a harmadik? Kérdé Ödön. Majd meglátod. A garszon megterített. Felhordott sültet, süteményt, jégmedencében pezsgős palackokat, s magukra hagyta az urakat.
Utána bezárta a páholy ajtaját Leonin. Te, ez furcsa egy cukorrafinéria ittem, mondta Ödön, egy tekintetet vetve a sodronyrecén keresztül. Leonin nevetett. Tehát te azt hitted, hogy mi csak szent énekeket tudunk énekelni? De itt a kormány tulajdon épületében ilyen intézmény, Leonin mosolyogva inte neki, hogy ne beszéljenek arról. Nem féltek, hogy felfedeznek benneteket? Mindnyájunkat Szibériába küldenének. A zenészek nem árulnak el? Azok vakok. Egy egész zenekar vak muzsikusokból, de ne ügyelj oda, öreg urak mulatsága ez, ránk egyéb vár. Leonin kettőt koccantott a szomszéd páholy közfalára. Mire túlról viszonozva lőn a jel. És arra néhány pillanat múlva az oldalfal közepén két felé nyílt, és belépett rajta egy hölgy. Az ezer egy éj mesék egyik bűbályos alakja. Hosszú, bokáig érő perzsa kaftánkában, mely szorosan simult telt idomaihoz. Karcsú derekát arannyal áttört övszorítá. Keblét föl nyakáig gyöngyfüzérek fették. A kaftán hosszan lelógó ujjai elől felhasítva, s csak a váll hegyén tartva össze végig láttatni engedték a legremekebb karokat, minőkről szobrász álmodott valaha. Arca a kaukázusi nemes jelleg, a legtökéletesbb tojásdad, finom meccésű orr, élveteg ajkak, hosszú, holdgömbölyű szemöldök, és a legfeketébb égető szemek. Fejét nem ékíti semmi, csupán két sarkáig érő hajfonadék királyi dísze. A hölgy bámulva áll meg a falnyílás között. Te nem vagy egyedül? Csak jár be, Jéza, szól Leonin. Ez a gyerek itt az én lelkemnek a fele, te meg a másik fele. Azzal hirtelen két karjával egy öleléssel magához szorítá mind a kettőt. Ödönt és a cserkesz leányt. S azután kacagva ülteté le mind a kettőt egymás mellé egy másik kerevetre. Ő maga szemközt telepedett le. Hát nézz ide, Ödön! Ugye ez valami más, mint azok a hideg szépségek odafenn? Hát nem jobb be itt a pokolban? Jéza bámuló tartózkodással nézett Ödönre, ki egykedvűen tekinte végig bájain. Hát láttál-e valahol ilyen szemeket, ilyen szájat, melynek millió változata van, ha duzzog, ha mosolyog, ha csábít, ha kacag, ha kér, ha gúnyol, és az egyik bűvösebb, mint a másik? El akarsz adni? Kérdi a cserkesz leány. Egy új világot teremtsen, aki tőlem megvesz, hanem ha belé szeretsz abba, aki nekem Kebel barátom testvérem, annak odaadlak ingyen. Jéza meghúzta magát a kerevet szegletén, ahol Ödön ült, s lesüté szemeit, és két kezét ölébe ereszté. Már az igaz, hogy átkozott állatszelibítő lett volna belőled, Ödön? Szólt Leonin, a cserkesz leány egyik piros topánkás pici lábát két tenyerébe fogva. Ez a leány máskor vad, szilaj, fecsegő, szeszélyes, és amint te ránézesz azokkal a megverő malokkiokkal, megjuhászodva ül előtted, mint a novicsek a Szmolna korostorban. Isten bűnül ne vegye nekik. El vagy te veszve, Jéza. Látod, azok a szép fenevadak, akiket úgy hínek, hogy asszony, mind úgy elnémulnak, mikor ez az oroszlán szelidítő rájuk néz. A cserkesz leány felvetette fejét, s csak azért is szeme közé nézett Ödönnek. És amint szeme közé nézett, elpirult. Lássunk a pohárhoz, gyermekek, szólt Leonin, s a nagy osztókéssel leütötte a nyakát egy pezsgős palacknak. Teletöltött három poharat, kettőt Ödönnek és Jézának nyújtott. Azok félig üríték karcsú poharaikat, akkor megcserélte a két kelyhet, s ismét habzásig tölti azokat Leonin. Fenékig, ígyni. Már most megittátok egymás szerelmét. A bor csak ugyan megoldá a varázslatot, s Jézának azután jó kedve lett. Künn a teremben hangzott mindenféle zene, ő pedig dalolt hozzá. Ödöntől nagy bók volt Jézára nézve, hogy háttal ült a páholy rácsozatának, s egyszer sem fordult meg, hogy a künn látható piészeket nézze. Míg Leonin minden új számnál kitekintett a rácsozaton, s megtette rájuk a maga csintalan észrevételeit. Jéza sok bort ivott. Nehéz lett a feje. Végignyúlt a kereveten, s fejét Ödön ölébe fekteté, míg egymásra tett lábait Leonin térdei nyugtatá. Ödön azután megsimogatá az ölébe tett sejem fürtös fejet, ahogy szokás megsimogatni egy szép kutyának a fejét.
Mert neked nincs ma számod? Kérde Jézától Leonin. Nincs. Ma egészen szabad vagyok. Látod? Pedig az én édesem kedvére adhatnál elő valamit. Erre Jéza felpattant fektéből. Ha ő akarja. Szólt kérdő, kínáló tekintetet lopva Ödönre. Mit? Kérdé Ödön. Aha, hiszen nem tudod. Jéza lovarművésznő. Elragadó művésznő a lovon. Máskor az ő előadása marad legutoljára. Válasz valamit a debüt szerepei közül. De hisz én nem ismerem a Madame repertoárját. Barbár! Jéza repertoárját nem ismerni, pedig már fél év óta lakol civilizált országban. Tehát, elszámlálom remek szerepeit. La reine ama la zünte, la diablesse, étoile qui fit, la bayadère, la nymph triomphante, Diane qui chasse Actéon, Mazeppa. Az utolsónál közbe kiáltott a cserkeszhölgy. Az nincs közötte, az nincs közötte. Ödön, ne hagyd magad kijátszani! Válaszd a... Jéza felszökött helyéről, és kezével betapasztál Leonin száját, s nem engedte neki kimondani. Leonin küzdött vele, hogy a száját kiszabadítsa a vesztek zárlat alól. Ödön végét veti a tusának, s kimondál választást. Mazeppa. Jéza erre durcásan fordult el mind a kettőjüktől, s félvállal a páholy falához támaszkodott. Leonin diadalmaskodott. Nekem soha se akartad megfogadni. Mondtam, hogy lesz egy nap, amikor kényszeríteni foglak rá. A hölgy egy izzó tekintetet vette Ödönre, és azzal hevült erre begé. Jó, meg lesz. És mint a tünemény, elsuhant a páholyfal nyílásai között. A nyílás összezáródott utána. Ben a zene elhallgatott. Valami jelenetnek vége volt. Ödön csak most kezdi a rostélyon át figyelmesen vizsgálni a szintért. Egy 30 ölnyi átmérőjű boltozatos üreg volt az, melyet egy végig rostéllyal fedett páholy sor fogott félkörben körül. Közönség nem volt látható, csupán a rostélyok közül átszűrődött szivarfüst tanúsítá, hogy ott emberek laknak. A félkör szelvényét mitológiai képekkel díszített függönyök képezték, oldalajtókkal. Ezt a tágas amfiteátrumot itt a cukorfőzde alatt a kormány tulajdonképpen rezervoárnak építette a melasz számára, hanem valami élelmes francia elíziumot csinált. Ezt inkább megpróbálom elmondani magyarul. Ezt a tágas színházat itt a cukorfőzde alatt a kormány tulajdonképpen tartálynak építette a cukorszirup számára, hanem valami élelmes francia mennyországot csinált belőle. S ott hatósági engedély nélkül előadásokat rendez a szabad művészetekből, miközben a fővárosi aranyfiatalság, ideértve a még aranyabb öreg urakat is, 100 rubel belépti díj mellett szokta magát mulatni. Alkalmasint van erről elég tudomása a rendőrségnek is, azonban meg lehet, hogy az impresszárió ismeri azokat a kenőcsöket, amik árgus szemeit lecsukják. Vagy pedig attól lehet tartani, hogy amely órában a rendőrség elhatározza a szigorú kutatást, abban az órában egy negyeddel hamarabb a kérdéses cukorgyár egész a rafinériáig leég. Aztán meg nem is csinálnak ott sem hamis pénzt, sem politikai komplottot, amit érdemes volna üldözni a rendőrségnek, hát csak hagyják. Tout comme chez nous. Minden, mint mi nálunk. Néhány perc múlva, hogy Jéza elhagyta az úrfiak páholyát, egészen üres volt a szintér. Csupán 2 török ruhás szerecsen nőcseléd foglalkozott a porond elegyengetésével, annak előjeléül, hogy most lóháton fognak valamit produkálni. Leonin páholyajtaján kopogtatott valaki. Leonin felnyitotta azt. A garçon volt ott. Levelet hozott egy ezüsttálcán. Mit hoztál? Egy levelet a másik úrnak. Hogy jön az ide? Egy futár hozta per expresse, kinek utasítása van azt az urat ott, ahol, és rögtön felkeresni. Adja futárnak fél imperiát, aztán takarodjék. Leonin elvette a levelet, s megforgatta. Nőírás és fekete pecsét. Nesze! Szólt odanyújtva a levelet Ödönnek. Aztán a rács felé fordult, s lornyonját vevéne, hogy egy pillanatot elmulasszon Jéza Mazeppa jelenetéből. A nyitány megkezdődött. A vakzenészek egy csengettyű jelzésre elkezdték a Mazeppa galoppot. A függönyök mögött hangzott a kutyák ugatása, míg farkasok gyanánt fogják üldözni a lovához kötözött Mazeppát.
s az ingerlő ostor csattanások, mik a paripát még szilajabbá tegyék. Leonin egészen odafigyelt. Most hangzott a lódobogás, vadrobaj, állatüvöltés, s egy hurráordítás a sodrony rácsozatok mögül. Áh! Pokoli szép! Kiállta Leonin. Nézd! Nézd, ödön! Látod-e? S amint egy percre hátra kapta fejét barátja felé, mit látott? Ödön jobbjával eltakarta szemeit, és sírt. Baljában volt a felbontott levél. Hát te mit csinálsz? Kérdé Leonin ijedten. Ödön szótlanul nyújtá neki a levelet. Leonin olvasá a franciául írt sorokat. Atyád meghalt, jöjj azonnal, szerető anyád, Mária. Leoninnál az első érzés a bosszúság volt. Mindjárt agyonütöm azt az ostoba futárt, aki ezt a levelet utánat hozta. Miért nem tudta reggelig halasztani? Ödön azonban szótlanul felállt, s elhagyta a páholyt. Leonin utána ment. Nos, ennyi volt mára. A regény többi részével egyedül kell megküzdenetek, és kigondoltam egy házi feladatot, amiről nem fogom tudni, ha nem csináljátok meg, hogy nézzétek meg a filmben az ide tartozó jelenetet, az körülbelül olyan 10 perc, 10 másodpercnél kezdődik, és gondolkodjatok el rajta, hogyha csak a filmet néztétek volna meg, akkor mi mindenről maradtatok volna le. Sziasztok!